Őrsi István élne, akkor valószínűleg itt ülne. És akkor 2004-ből fogok felolvasni néhány science fiction egyperceseket, de legyen nekik egy mottójuk Őrsitől. Szép a szocializmus, ám a kommunizmus maga a szépség. Lenin szerint aranyból lesznek az utcai vécék. Marx szerint nem lesz rendőr, mindenki művésszé érik, és az arany vécékben szaffók lesznek a vécés nénik. Akkor szeretnék élni, a kommunizmus korában, egy órával se később, de egy perccel se korábban. Őrsi István. Sötét kamra. Lebontották a támfalunkat, és a legnagyobb meglepetésemre eddig ismeretlen pincelejárat derült ki a sárga agyagból. Szomszédom vidáman emlékeztetett rá, hogy az ő háza helyén, ami már mint a háza, körülbelül 10 méterre van a frissen felfedezett üregtől, a köztünk húzott csirkedrótkerítés túloldalán egykor szálasi villája állt. A nemzetvezetőt ide telepítették ismert okokból. A ház persze nincs meg, széjjel hordták, annál inkább van a szóbeszéd, menekülőjáratokról, titkos kazamatákról. Szálasi tehát a hátam mögött ül, bent az üreg mélyén. Akit fölakasztottak, egy szerencsétlen stróman volt, csókos, span, országos címbi, kibaszott áldozat. Behúzták a csőbe és fölakasztották az oktogonon, hogy rögtön utána elnevezhessék a teret, november 7-et érnek. Az igazi Szálasi él, a hátam mögül mobilyozik, majdnem megmondtam, hogy kinek. Azt beszélik, hogy Szálasit egy ideig nagyon érdekelték a filozófusok. Előbb a csobánkai buszra fölszállva megismerkedett Mádi Stefániával, majd a hátát a cserépkájának döntve hallgatta Tábor Bélát, és akkor már nyilván Hanvast és Szabó Lajost. Tényleg igaz, hogy csak később válunk a szokott pimasszá? Módosították az alkotmányt. A köztársasági elnök jelöltnek egy hetet kell eltöltenie egy úgynevezett révülő gödörben. Spéci amcsi gyártmány, úgy hozatták át egy jumbo csomagterében. Összeszerelhető gödör, de amikor kész van, teljesen természetesnek látszik. A kiszemelt elnököt beöltözteti különleges védőfelszerelésbe, de kaját azt nem kap. Azt tehet, amit odalent talál, pondrót, gyökereket, ilyesmi. Ha ő a megfelelő személy, meg fog jelenni neki a totem állata. Megjelenik és ad neki az erejéből. Róla lesz elnevezve az elnök, mondjuk ha a jelölt valamiért egy piros pingvint lát, akkor attól kezdve ilyenek lesznek a szalagcímek, piros pingvin megkezdte évi rendes szabadságát. Ezt csak kezdetben találjuk majd viccesnek. Mindent meg lehet szokni. Például. Kinek jutna ma eszébe röhögni, teszem azt a mandula vagy a jogosítvány szón. Az a ciki van még, hogy néha a jelöltről kiderül, hogy kamandusz. Jobb, ha bevallja. Gyerekek, frankon nem láttam semmit, csak tömtem a búrámat a földdel, kenjen már valaki egy zsíros marcit. Mert ha alkalmatlan, arra később úgyis mindenki rájön. Így meg mindenki bevállalós csávónak tartja, ráadásul van egy szabály, hogy az alkalmatlannak se kell soha többet melóznia. Nem küldik vissza söprögetni, ha addig, amíg ki nem szúrták mondjuk söprögetet, hanem eltartják princ módon a büdzséből. Jöhet, mehet, sörözgethet, kiállhat a Megyeri útra, felemelt fejjel, nem ám, hogy beszól neki valaki. Úgyhogy legjobban talán alkalmatlan elnök jelölt szeretnék lenni. Pályázatot írtak ki a Hősök terére, mert túl nagy a hely. Kezdeni kéne vele valamit. Mutatja a tévé a zsűrit, nemzetközi zsűri. Egyáltalán nincsenek benne fehérek, már látom előre, hogy ebből is baj lesz.
Az elnök sárga lepelben van, meg van a fején egy olyan, mint a kuktáknak, csak az is sárga. Kis kosztümös nő faggatja a híradótól, ingerülten, hogy ő meg, mármint a sárga sapkás, mit szólna, ha mondjuk elmennének a magyarok Kenyába, megmondani, mivel legyen a Kenya bevetve. Így mondja kis betűvel. Tudja-e, kérdez vissza franciául a csoki, hogy ki tervezett a norvégoknak múzeumot? Tudja, a nyálam, válaszolja a kisnő, de a krekül, kackiásan, mintha legalábbis büszke lenne a fehér foltra. És végül van egy ország, ahol éppen ellentétes irányban a líbiai forradalom vezetője által közvetített gondolatmenettel rendesen végig gondolták a férfi WC, női WC paradigmát. Gyakorlatilag mindenből kettő van. Élelmiszerboltból és ruhaüzletből, kórházból és temetőből, moziból, lóversenypályából, uszodából és gyerekmegőrzőből. Külön árulnak férfi és női autókat, a gyerekeket nulla napos koruktól elkülönítik. A kormány az ország fönnmaradása érdekében úgynevezett baszóházakat működtet. A baszóház az egyetlen hely, ahol a férfiak és nők legálisan érintkezhetnek, természetesen a legszigorúbb szabályok betartásával. A külföldiek ezért kénytelenek ezekben az anarchista garnizálókhoz hasonlatos közintézményekben megszállni, és álmatlanul hallgatni a kiéhezett férfiak és nők pávián sikolyait. A homókat halállal büntetik, a kormány 3x3-as heterókat képez ki provokátornak. Ezért a nemen belüli kommunikáció alá van aknázva. A férfiak parodisztikusan túlhajtott macsó gesztusokra kényszerülnek, a nők minden alkalmat megragadnak, hogy a pasikra tereljék a szót. A legnagyobb buli persze a fekete nemváltás. Az zugsebészek csillagászati összegeket kérnek a sokszor halállal végződő, embertelen körülmények között végrehajtott illegális műtétekért. Az eunuch, míg átadja a szobakulcsot, közelebb hajol és assú tagja. Képzeljem el a női benzinkutat. A női benzinnek a színét. A női fagyállót. A módot, ahogy csak nők tudnak ablakot törölni, borra valót elfogadni. Képzeljem el, hogy milyen lehet teljességgel női életet élni. Nemzeti dettó. Jó akarom, az ébredésem előtt nem sokkal a Kossuth Viktor tér közelében fogja meg a kabátom galériát. Szállok le a 63-as villamosról, belegyalogolok a derékig érő színházi füstbe, innen tudom, hogy álmodom. A puszedvi arcú emberrel hosszúnak és képtelenül valóságosnak tetsző beszélgetést folytatok, végül azzal búcsúzik, hogy mindennek ellenére áldott nemzeti karácsonyt kíván a mihez tartás véget szeretteimnek dettó. Hogy miért pont ez a tompa dettó billent át a félébren lét homályos tornácára, nem tudom. Ha a 4. decemberben hajnalnak számít, hajnal van. Még az is lehet, hogy visszaaludván e hosszú szövevényes fölébredést álmodom, azt, hogy ködök és bőnyegek alól, minden szabatosság nélkül, előbb az én különös emberemre, aztán erre a ma megírandó tárcára gondolok, utóbb meg arra, hogy mennyire nincs hozzá se kedvem, se megformálhatnékom. És hogy ebből hogy lesz valami, pláne ünnepi tárca a Népszabadságnak. Írtam karácsonyi ádát, eleget, kedvről, szívshoppingról, szeretetről és angyalokról, íratnék most is, nem esne nehezebbenbre, mint rágódni a közérzetem lerágott csontjain, rágódni a tehetetlenségemen, a viszolygásomon, azon, hogy nem tudom szemtelenül figyelni, hogy ami etájon megtörténhet, az bizony meg is történik, visszamenőleges hatállyal, ha úgy tetszik. El vagyok képedve attól, amit egy homályos és amorf teremtmény bizonyos zemberek érdekében és nevében a hazámban művelnek, elnémiszt az új nemzeti rend, az a populatúra, ami kélyes gyorsasággal szinte minden ellenállás nélkül tölti meg Magyarország kispolgári posztkádárista fürdőkádját, amelyben él nem adatott és adatni fog.
zubog az ismerős, elévülhetetlen vacakság, telik a nemzeti tártűv jacuzzi. Nem tudok nem arra gondolni, hogy vajon egy ilyen tárca megjelenhet-e jövőre, hogy a gyalázatos médiatörvény beígérte büntetések, és vagy a puszta lehetőség, a büntethetőség ténye nem lesz elég az elgyávításhoz, ahhoz, hogy elgyávuljanak, akik nem hősök, hanem csupán közvetítők és véleménymondók. Nagyon pocsékrend az, ahol hősnek, a sajtószabadság hősének muszáj lenni, hisz az a rend eleve nem lehet demokrácia, és újra előről, arról nem is beszélve, hogy X újságíró, Y lapszerkesztő hogyan tudhat és merhet hősködni a laptulajdonos pénzével, és már hallom is ebben a hajnali félálomban a mobilnyírkos, halk és indulatos érvelést, hogy persze, tudja, ő nem hülye, ő meg vak, csak mégis nem lehetne a megfogalmazással ugye valamit csinálni. Ha valaki tényleg a szómestere, annak ez nem lehet probléma, nekik meg pont ezen áll vagy bukik, illetve bukhat, ki tudja, meddig mennek el ezek. Arról nem is beszélve, hogy a tulajdonosok is világosan megmondták, az első büntetés után fájront van, különben is milyen igazság az, ami egy szaros mondaton múlik, már bocsánat, és így tovább. Nincs illúzium. Az efféle dialógusok kimondva kimondatlanul odaülnek majd január 1-től képernyőink tetejére, mindenkiére, szemlélettől és magyarság teljesítménytől függetlenül. A puszedli arcú illető egy nevének elhallgatását kérő tiszta forrás. A magyarság teljesítményt ő emlegeti az álmomban, mondván, hogy egy huszáros hajrával a nemzeti magyarság teljesítmény terén még levezekelhető ez az, mert még minden mozog, és bár el van döntve, még nem dőlt el, hogy konkrétan kinek mi a nemzeti pálya. Vannak kiskapuk, noha cefetül hullik a forgács, és olyan is van elvétve, hogy valaki kéjjel, ész nélkül vágja a fát, ha értem, mire gondol. Ezt ő, mint jó akarom mondja, ellenben, ha én itt és most szentül meg nem ígérem, hogy elhallgatom a nevét, olyan többség megsértését akaszt a nyakamba jó erkölcsbe ütközéssel, hogy az unokáim is lábbilincsben fognak közlekedni. Na csak, ezek szerint már januárban mondom karácsony előtt. Nincs feleli, de ne akarjam, hogy visszamenőleg bármikor január legyen. Nem akarom, mondom, ami meg a neve elhallgatását illeti, az iret könnyű lesz, ugyanis fogalmam sincs, hogy maga kicsoda. Ön, mondja az illető erre mosolyogva, ön a helyes kifejezés, a kérhetné, ugyanis magázódni csak a liberális bölcsészkurvák és a házmesterek szoktak. Lényeg az, mondom, hogy sajnos nem tudom a nevét. Édes pofa vagy te, baszki. Bátát tegezésbe, még hogy nem tudod, nagyon szellemes. És az akár tetszhetne is ő neki, hogy nem tudod. Akár kacakatna is, csapkodhatná a bruhaáját, mert persze, hogy tudom az ő nevét. Épp úgy, ahogy ő az enyémet mondja, és érdesen mosolyog. Tetszhetne, ha nem piszkálná az ő csőrét az én nyelvi szóhasználatom, meg a barátaimé, hogy azt vesszük a szánkra, amit akarunk, amíg rá nem ül véletlenül valaki. Hát igen, motyogom ebben az álomban, de gondolom nem ezért állítottál meg hajnali órán, hanem mert kívánsz tőlem valamit. Nem kívánok feleli. Nem kívánok, hanem szólok. Szólok, hogy szóltam. Teszi hozzá, hogy olvasta, amit olvasott, ominózus lapban a fütyi kis véleményemet, melyen elgondolkodván azzal határozottan nem értett egyet, és nyomatékkal szeretnék közölni, hogy szerény véleménye szerint erre a pánikolásra én nekem semmi, de semmi okom, úgyhogy nyugodjak meg, amíg szépen vagyok. Ettől most nyugodt vagyok, mondom, kevéske éllel, inkább azért, hogy mondjak valamit. Föl nem foghatja, mondja, hogy miért nem arra használom a szaros empátiám, hogy ő nekik is van bajuk, elég, elhitetem, hogy van. Ekkora sebesség, a demokrácia, ő megengedi, hogy kissé szokatlan modellje mellett még kapaszkodni is nehéz, nem, hogy kormányozni, meg mérlegelni. Egyedi esetnek itt vannak még sokan is az ő embereik. Mindazonáltal tudja ő, hogy van ez, savanyú a szőlő, lehet izmozni, meg húsos fazék, ismeri ő a magamfajtát, de hogy ezt az új nemzeti egyetértést, ezt az új demokráciát valaki, annélkül, hogy kivárná a végét, nem demokráciának nevezi, az nem lesz bocsika ide vagy oda tolerálva. És aki labanc,
És aki ezt nem érti meg, annak jó napot. Arrivedurca. Most mondjam meg, de őszintén. Hát nincs ebben igazuk, hogy a törvény erejével lefogják a kezet, mert minden felől jön a megfojtásukra egy kanál vízzel. Válaszoljak, legalább mi kurucok tartsunk össze a mindenségit. Ezt hogy érti, kérdezem, hisz ebben a leosztásban én labanc vagyok, továbbá zsidó, cigány és homoszexuális, szlovák, román, kínai. Persze, mondja, persze, de jobb, ha nem hepciáskodok, annak már különben is vége van, hogy ki maga mondogassa meg, hogy kicsoda. Akkor ki mondja meg? Kérdezem, valamelyik nemzeti hatóság? Értesítve leszel. Válaszolja és elengedi a galléromat. Még levesz róla egy pihét. Nézd, de érdekes, hisz ez galamtól fakjukám. Sóhajtjas, hogy vajon ez merő véletlenségből szállhatott rám, vagy valami jelvényként viselem? Ő szomorúan állapítja meg, hogy jobb, ha ezt egyelőre abba hagyjuk, menjek az a szaporán, és gondolkodjak el a szeretetről, mindennek ellenére ő áldott, nemzeti karácsonyt kívánna, mihez tartás véget szeretteimnek tett.